Sziasztok, ezúttal a 13. kerületbe látogatunk el, ahol megtekintünk több építkezést. Itt kezdek, hiszen ez talán a legfontosabb, ahol az MBH székház új mini felhőkarcolója épül. Több építkezést is meg fogunk nézni itt a kerületbe, például a Marina partot, illetve a Kassák és Klapka utca környékét és a Szabolcs utcát, vagyis a Ferdinánd negyedet is. De így is maradt sok, ami kimaradt, például a Reiter Ferenc környéke. Na de most nézzük ezt itt, ahol az MBH banknak épül három tornya, amiből a legmagasabb elméletileg 94 méteres lesz. Mint láthatjátok, már rendesen belekezdtek a munkálatokba, berakom ide a látványtervet is, hogy láthassátok, milyen lesz majd az egész, és akkor megyek tovább a kerület több építkezését is megtekinteni. Na hát egy kicsit arrébb jöttem, ott az a nagy épület, ugye a nyugdíjfolyosító épülete, mögötte van az MBH bank székház építkezés, ami innen már nem látszik, itt pedig a Lomb Corner nevű lakóház épül, egy csomó lakással itt a Lomb utca sarkán, innen az elnevezés, a Lomb utca és a Petneházi sarkán, és akkor itt a Lomb utcába mindjárt bemegyek, és ott pedig egy nagy irodaház épül. Az itt a jobb oldalon még a lakóház, és akkor ott a bal oldalon pedig az irodaház látható. Íme a Centerpoint-ra hallgató irodaház, ez a harmadik és egyben utolsó ütem, kiér egészen a Váci útig, tehát jó nagy irodaház épül ide. Két sarokkal jöttem arrébb, és itt egy újabb lakóház épül, Teve 33, illetve Teve Corner néven, ugye ez is Teve sarok, az nem tudom, úgy gondolják, hogy nem hangzik jól, ezért angolosítani kell, és így Teve Corner a neve. Ezek pedig itt már kész vannak, ugye itt egy csomó ház épült, mint ahogy mindenhol, ugye itt a 13. kerületben, láthatjátok, van ott egy csomó új ház. De azért van itt még ilyen kis földszintes, és ezek még lehet, hogy elbontásra kerülnek hamarosan, és akkor ide is olyan hasonló 4-5 emeletes házak épülnek majd. Ez itt nagyobb ugrás most, a Dagállyal szembe, illetve a Dagállyal és a Duna Arénával szembe itt a Beluga Bay. Na és akkor itt a Beluga Bay, és fordulok a másikhoz. Látjátok, ezt nem olyan rég kezdték el. Ez is természetesen egy lakóház lesz itt. Gondoltam, vetek egy pillantást az egykori lángnegyedre is. Láthatjátok, hogy elég üres. Elbontották itt az épületeket. Van itt biztonsági őr is, ilyen konténerek ugye, de ezen kívül egyelőre itt nem történik semmi, pedig ide is egy egész új városnegyedet képzeltek el, de még egyelőre nem történt semmi ezzel. Itt valami járdát alakítanak ki, vagy nem tudom, mi a cél, egy busz megálló, fel tudja. És akkor megyek arra tovább, ott látjátok a darukat, meg az építkezést, az már ott a Marina part, a Duna terasz. Vista. Igen, azt hiszem a Duna terasz Vista épülött. Úgyhogy mindjárt megnézzük. Így van, ez itt a Duna terasz Vista. A már elkészült Duna terasz Grande, és a még épülő Vista itt a Marina parti öbölbe tulajdonképpen. Itt fog épülni a Metro Dombit, jövő februárban kezdik. Viszont itt pedig épül a Waterside Residence. Ez itt a Marina partnak a régebbi része, amik házakat ott láttok hátul, azok épültek fel itt olyan 20 éve, azok voltak az elsők. És akkor itt vannak már egy újabb házak is, most itt amit láttok, ezek meg most épültek fel az elmúlt néhány évbe, de az ott középen az hosszú ideig üresen maradt, de most már azt is beépítik. És akkor itt pedig egy
újabb negyed épül igazából, ez lesz itt a Marina City, ami több mint egy kilométer, ott látjátok is, 1200 méteren, végig itt a Dunaparton, fog menni egészen Újpestig. A Dunaparton lakóházakkal, ilyen 19 emeletesekkel, mögötte pedig irodaházakkal. Ennek itt az a különlegesség, hogy itt egyáltalán nem lesznek majd utak, csak gyalogos sétányok, illetve zöld felület. De erre egyébként Magyarosi Csaba már csinált egy jó videót, azt belinkelem, ha esetleg nem láttátok. A Marina City építkezés, itt a Dunapláza mögött. Ezt az egészet a Cordia építi, tehát ez annyiban eltér itt a Marina parttól, hogy nem egy csomó különböző cég építi, hanem egységes lesz az egész, hiszen egy cég fogja az egészet felépíteni, de sok-sok különböző ütemben így sokáig fog tartani. Ezt hiszem 10 vagy 12 évig. Itt pedig a Váci úti Tesco mögött, illetve közel a vasúthoz a New Palace lakópark épül. Ez tulajdonképpen itt 4 ütem, de hát így egybe van. Nagyjából 700 lakással, tehát igazán méretes. De egybe építik, mint láthatjátok, ezt a 4 ütemet. Ott van a Tesco, hát az a kék, amit itt picit láttok belőle. Itt pedig folyik az aszfaltozás. És épül a nagy lakópark. New Palace, ugye? Mert az új palotai úton épül. Na most pedig a kerületnek egy másik pontjára érkeztünk. Itt egy új, már egy-két éve elkészült lakóházat láthattok, mellette pedig épül a másik. Itt vagyunk egyébként a Szabolcs utcának az elején, közel a Lehel térhez, illetve a West End sincs messze innen. Itt a Dévai utca, itt a Dévai 14 épül. Láthatjátok is, Dévai 14 társasház 195 lakással. Ismét a Szabolcs utca, ott hátul, amit láttok, lassan már elkészül, az ott a Park West harmadik és egyben utolsó üteme. Itt pedig a Westside Grandot kezdték el építeni, ami valóban egy jó terjedelmes épület lesz. Itt tulajdonképpen 2 ütemből épül, 450 lakás nagyjából. Íme a Park West harmadik üteme közelebbről, ott amik pedig elkészültek a második és az első ütem. De mint láthatjátok, itt mellettem a bal oldalon is új házak vannak. Hát itt ilyen kis romos épületek voltak, amiket lebontottak, és a helyet épülnek itt az újak. Egy kis kitekintő, bár a Szabolcs utcánál maradunk továbbra is. Ugye ez itt az egykori Szabolcs utcai kórház, aminek az olyan 1900-es évek elején vagy 1800-es évek végén épült épületeit meghagyták, azokat szépen felújították, és ebből lett itt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Annál nem érdemes ezt is megtekinteni, hiszen a felújítás úgy talán 2 éve készült itt el. És akkor még itt vannak a kórháznak ilyen szép épületei, amit szintén felújítottak. Itt vannak még a kórháznak régi épületei. Amik meg újabb épületei voltak, így a 70-es évek környékén épültek, azokat lebontották, és helyére pedig modern épületeket építettek, ott láthatjátok a háttérbe őket. Itt pedig ugye ez a park, ez egyébként hétköznaponként bejárható, amikor nyitva van itt ez az Országos Múzeumi Restaurálási Központ, ami tulajdonképpen a Liget projektnek a része volt. És akkor most a Róbert Károly körúthoz jöttem közelebb, itt épül a Hun utca 4 szám alatt a Hun utca 4-re névre hallgató. Jó nagy lakóház. Itt a Lehel úton pedig a Metropol 13 épül. Nem tudom, ez a név honnan jött. Ez itt csak 95 lakás. Látjátok, mellette is van egy új. És mellette vannak még kisebb régi épületek. Hamarosan azok is lehet, hogy bontásra kerülnek. Hát ez itt egy picike építkezés a Csangó utcában, de lesz itt még
nagyobb is, úgyhogy megyünk is tovább. Na íme a Kassák Residence utolsó épülete, lehet, hogy van ennek még valami külön neve, de ez itt a Kassák projekt volt. Ez az utolsó épület, amit most fognak átadni, a többit azt már az elmúlt évek során átadták. Itt a Klapka utcába, és akkor láthatjátok, ott bent is van építkezés, azt is megnézzük, adjunk oda. Na ez volt ez az építkezés, és mellette a másik fele tulajdonképp az már kész van, még nem költözhető, de pár hónap és biztos, hogy átadják. Íme a Csángó utca ismét, ez is éppen átadás előtt áll, látjátok, ez itt a 8-as szám, mellette lévőt azt már ott átadták, és akkor itt is volt egy ilyen egyemeletes vagy földszintes ház, tulajdonképp látjátok is a nyomát a másik épületben, hogy mekkora volt. Most épül egy nagyjából akkora, mint a körülötte lévő házak, úgyhogy egységes lesz ez is. Na mára tulajdonképpen ennyi lett volna, köszönöm, hogyha végignéztétek, sziasztok!